azt szeretném elmondani, elgondoltam, hogy mit szeretnék mondani, hogy most már én is 62 múltam, azt gondolom, hogy a kultúrát olyan emberek csinálják, mint a Galántai György. Ez egy nagyon érdekes kérdés volt gyerekkoromban, hogy mitől van kulturális élet, vagy mi az a kultúra. Én ugye szerettem játszani, meg szerettem írni, de ezt nem gondoltam kultúrának. Na most az, amit a Gyuri 50 éve csinál, az, amit nem csinál senki, illetve nagyon kevesen csinálják, és akik csinálják, azokról mondhatjuk azt, hogy nekik életük volt az, hogy kultúra legyen. Ez azt jelenti, hogy van egy ember, aki oldhatatlanul kíváncsi és szerelmes minden szellemi jellegű eseménybe, minden olyasmibe, amiben valami szép, vagy érdekes, vagy jelentős, vagy üzenetszerű van, és mivel nagyon korán feltehetőleg úgy ítélte meg, hogy ő egészen kiemelkedőt nem tud létrehozni, tehát egy kicsibe nem érdemes elmerülnie, magát az egészet, azt, ami történik, azt figyeli, azt rögzíti, dokumentálja és teremti. Most ez nagyon fontos és nagyon érdekes, hogy az, hogy van Art Pool, meg van Galántai, meg a Galántai, ezt mindenki olyan magától értetődőnek tekinti. Ha majd egyszer meghal, és ezt senki nem fogja csinálni, azonnal világossá válik, hogy nélkülözhetetlen feltétele volt tulajdonképpen egy egész szellemi irányzat létezésének Magyarországon. Ezt azért tartom az először is hangsúlyozandónak, mert nekem is más volt a véleményem valamikor róla, egy felületes, semmilyen tényen nem elmondom még egyszer, mert elmegyézzék. Tehát a második kép, amit szeretnék, hogy Gyuriról elmondani, az az, ahogyan megismerkedtem vele. Én 1971 nyarán egy nyári éjszaka az Egyetem Presszó teraszán összebarátkoztam Szent Jóvi Tamással és Benke Lacival, meg Gémes János X-ivel, akik elkunyarálták tőlem az én általam éjszaka az Egyetem Presszó teraszán olvasgatott Ártó Kegyetlen Színház stencilezett kéziratot, és kegyeskedtek velem beszédbe elegyedni. Leginkább a Szent Jóvi volt az, aki kegyeskedett. A többiek tulajdonképpen úgy néztek rám, mint egy normális hülyére. A Gémes látva az én kétségbeesett igyekezetemet, hogy a Szent Jóvinál bevágódjak, rögtön elnevezett Nemecseknek, és amíg ért, mindig, ha megláthat, azt mondta, szavasz Nemecsek, van 200 forintot. És ez nekem annyira jól esett, ezért nagyon-nagyon sok mindent megbocsájtottam neki, mert nem csak az derült ki, hogy ő is, mint Hamlet, csak felszéllel bolond, hanem az is, hogy elég okos és érzékeny. Most Szent Jóbi engem meghívott a Galántai templomába valami készülő kiállításra, ami érdekes események ígérkezik. De szerintem nem számított rá, mert Magyarországon, ha az embereknek mondanak valamit, akkor a Galántai is olyan, mint én, azt komolyan veszi, de általában az emberek nem veszik komolyan. Én azért vagyok Kornis Mihály, akkor még Kertész Mihály, mert fogtam egy nagy kék bőröndöt, bepakoltam mindenfélét, úgy képzeltem, hogy az ember bőröndel megy nyaralni Balatonboglára, a Kárpalma tárlatra, és fogtam magam, és megjelentem ott. Aznap jelentem meg, amikor hallottam, hogy kezdődik, de akkor még senki nem volt ott, csak a Galántai, a Szent Jóbi, meg még valaki, aki ott kopácsolt, de még nem volt kialakítva a kiállítás tere sem.
A Gyuri, aki akkor épp nagyon idegesen el akarta küldeni az embereket, mert kapott valami olyan papírt, ami szerint ezt a kiállítást itt nem is lehet megtartani, és arra próbálta volna rábírni a művészeket, hogy menjenek haza, csak első idegességével aztán megváltozott erről a véleményét. Még külön képzeleti, mennyire hiányoztam neki én, aki ide jött ugye nyaralni, és mondta, hogy nem lehet lapni, nem lehet nyaralni. De hát azért jellemző módon nem rúgott ki, tedd le magad, nézd körül, ha már itt vagy, legalább lásd, mi minden van. Aztán én ezt megírtam a Pest és Előtt című kötetemben szereplő Civilek a pályán visszaemlékezésembe, ami a 70-es évekre való visszaemlékezés volt gyerekkorom. Hogy engem a Halász, aki később nagyon jó barátom lett, meg a Haraszti, meg a Szent Jobbi, mégis úgy döntött, hogy talán 3x3-as vagyok különben, minek megyek, hogy kerülök ide, senki nem hívott, elküldenek, leküldenek a faluba, elszigetelik magukat tőlem, mert én nem vagyok megbízható. Ezen én roppant megsértődtem, és kiakasztottam a kiállítás napján több olyan feliratot, amiben feljelentettem magamat a Legyendi Péter feljelentés művészeti centriáért, amiért ilyen hülye vagyok, hogy ide jöttem, hogy részt vegyek az ő buliukon, amikor valójában én 56. november 4-e óta hányok azon, ami Magyarországon történik. Például azért, mert ilyen emberek lettünk, hogy ilyen mértékig nem bízunk egymásba. Tehát kvázi megpróbáltam egy provokatíve olyan szituációt teremteni, hogy engem elvigyenek. Nem vittek el, nagyon érdekes, sőt, semmi bajom nem lett. Lehetséges, hogy azért, mert amikor elmentem, levették ezeket a papírokat. Mindenesetre megnyitón ott voltam, emlékszem arra, hogy jöttek Pestről a nagy emberek, ahogy akkor hozta Erdély a rőzsét, hogy a híres rőzsekiállítás environmentjét a szemem láttára csinálta meg. Meg láttam Szent Jobbit, aki már kell mondanom megrendítően jó volt az autoterápiás büntetés megelőző gyakorlatában a vödörrel, a feje tetején és a szellemes, nagyon szellemes kérdés sorozatával, amire ottan fekete trikóba és kék farmerba válvigérő hajjal, az ájulással küzdködve az éjségtől válaszolgatott okosan. De alapjában véve én egy mélyen megalázott és nemecsekszerű kizárt ember voltam. Akkor a Gémes Dixin már röhögött is rajta, hogy na mi van, nevetsek, már megint bedobtak a szóba. Itt ugye a Balántói háttérben van, de én, aki akkor voltam 21 éves, megjegyeztem magamnak, ez az az ember, aki lehetővé tette az első szabad kiállítást Magyarországon. És aztán tudja, hát író lettem, mondjuk sokáig szamizdatoltam, meg eléggé partvonalon kívül voltam. Én nem a művészeti, hanem a politikai avantgardba kerültem bele, akik egymással nagyon rossz viszonyban voltak. Én a Hajas Bikivel, meg a Galántaival voltam tűrhető viszonyban, vagy a Gyurival kivezettem baráti viszonyban. Nem volt bennem ez akkor tudatos, hogy... De azt hiszem, azt szerettem benne, és ezt mondanám második igen fontos dolognak, hogy akiket érdekel a mitológia, az úgy nézzék Galántai Györgyöt és azt, amit csinál, mint Hermészt a görög mitológiában. Ő Hermész maga. Pontosan így néz ki Hermész. Hermész talpra esett, üzeneteket közvetít, állandóan úton van, megpróbálja az embereket egybe tartani, a holtakat az élőkkel, az élőket a holtakkal kapcsolatban tartani. Mindig vidám, jókedvű, termékeny, produktív, potens, energikus, pajzán és elpusztíthatatlan. Nagyon ritka, amikor az életben, és ezek szerintem mindig a pontos emberek, akik meg tudnak testesíteni egy mitológiai aspektust az életből, hiszen ez az aspektus, mit jelent az, hogy valaki Hermész? Az azt jelenti, hogy pszichopomposz, lélekkísérő, vagyis a tévejgő lelkek az ő segítségével a helyükre kerülnek. Ilyen értelemben az Arthur
egész kis rendszere, amiről a magyar kultúra hajlam is nem tudomást venni, igenis rendszerebe foglalt és értelmet adott valaminek, a maga értelmét, talán vitatható értelmet, de szerintem sokkal szervezettebb értelmet, mint az összes többi hivatalos értelem, annak, ami underground művészet címén a 70-es évek elejétől máig Magyarországon volt, illetve van. Mi is a harmadik, amit mondani akartam? Hát tulajdonképpen csak az, hogy, és aztán úgy telt el az életem, hogy ő mindig ott volt a háttérben, felvételeket készített a legkülönbözőbb irodalmi estjeimről, felolvasásaimról. Nem azért, mert én ott voltam, én nem voltam érdekes, hanem mert benne voltam valamiben, amit ő a saját archívumában feljegyzésre érdemesnek tartott. De például, bocsánat, még arra emlékszem, hogy akkor, amikor én szamizdatoltam, ő is szamizdatolt, mert az Artpool füzetek, azok eleinte szamizdat füzetek voltak, és a magam részéről iszonyúan imádtam őket. Én Lugosi Lacitól, a fotóstól, aki nagyon jó barátom volt, kaptam meg őket mindig, és tulajdonképpen belőle értesültem a 80-as évek első felében arról, ami a világban ezzel egyidejűleg zajlik. Az Artpool egyik füzetében olvastam azt az én világnézetemre döntő hatást gyakoroló beszélgetést, amit Beke Erdéllyel folytatott, ahol Erdély magunk közt nagyon elintézte Bekét, és a Beke mondjuk, a Bekében viszont volt annyi erő, hogy elvállalta ezt a beszélgetést, és leközölte egy több részletbe, ahol az Erdély szellemi fölénye és egyáltalán a hát egyébként mindenkihez roppant gúnyos viszonya, de a Bekét, mivel ő tulajdonképpen egy ilyen szintén hermészi funkcióba tündökölt, bár szerintem sokkal áttekinthetetlenebb vagy zártabb néző szempontok szerint csinált, amit csinált, de az Erdélynek nagyon idegesítő volt, és valahogy ez ki is derült abból a szövegből. Az nagyon érdekes volt, hogy akkor Erdély, mikor felvetette Beke azt, hogy mi lesz, ha atomháború lesz, akkor az Erdély fölcsatant és elkezdett ordítozni, hogy az atomháború nincs mi gondolkodni, az atomháború az a dolog, amivel nem kell foglalkozni. Az igazán jellemző tojásfejű, mi haszna értelmiség szokott az atomháború esélyeit töprengeni. Az a valami, ami a matematikában az nem a nulla, hanem a zérus. Az a vonal, ami megszünteti a matematikát, tehát matematikának nem dolga a vonal alatti kérdésekkel foglalkozni. Ez nekem nagyon fontos volt, mert ugye az életünk most is tele van olyan veszélyekkel, hogy nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, és mi történik velünk. És engem egy hatalmas tehertől könnyített meg egyszer s mindenkorra az Erdélynek az a magától értetődő herakleitoszi felháborodása, hogy nem kell foglalkozni azzal, ami nem lehet segíteni, csak azzal kell foglalkozni, ami segíteni lehet. Na most a Galántai, az pontosan ez az ember, ő azzal foglalkozik, amin segíteni lehet. És amivel ő foglalkozik, az attól, hogy foglalkozott vele, meg lett. Ebben látom az ő jelentőségét, ennyit a problémát. Üzen neki valamit a születésnapjára? Hát azt üzenem neki, hogy el nem tudom képzelni, hogy 70 éves. Az én fejemben ő soha nem lesz 30-nál több. Nem is néz ki egyébként többnek, szerintem. A szíve az egy kisfiúé, és a szeme is. Nagyon kevés olyan ember van a hihetetlen intoleráns undergroundban, akit lehetett szeretnem nekem, az ugyancsak hihetetlen intoleráns Gordicsnak, de a Galántait azt hiszem szerettem kezdettől máig.